Belvárosi lakást keres? Megtalálta? Szeretett álomvarázs ékszerdoboz. Az amerikai konyhás fürdőszoba már kialakításra került az igatlanban, a további komfortfokozat növelés érdekében egyén igény szerint a lakásban toalett kialakítható, ami jelenleg most az udvar végében van. Ez a lakás eladó csak most csak önnek. Ne maradjon le, mert akkor lemarad. Nehogy megbánja, mert megbánja, hogyha lemarad, tehát nem maradjon le, hívjon most. Gyerekek. Most komolyan, volt már, hogy ez valaha is működött? Igen, ezúttal a szövegírásról lesz szó, pontosabban arról, hogy hogyan írjunk ütős ingatlan hirdetési szöveget. Felmerült a kérdés, hogy mi a francnak erről ennyi dumálni. Van, aki még mindig az apró hirdetések korában él, és leírja, hogy lakás eladó itt és itt, aztán cső, hívja fel, hogyha akarsz valamit. De ugye ez azért felvet némi problémát, tehát néhány kérdést. Úgy értem, hogy szerinted egy vevő hány ezer hirdetést néz meg, mire ő valóban vevővé válik, és elkezdi felhívni ezeket a hirdetéseket. A tapasztalatunk az, hogy körülbelül 100 klikk kell egy hirdetésen, ahhoz, hogy az belátható időn belül, tehát egy-három hónapon belül el legyen adva. Az átlag vevő pedig 3-6 hónapba telik, mire valóban vevővé válik, és kilép a piacra, közben több ezer hirdetés fog megnézni, tehát nem csoda, hogy nem veszik túl jó néven, a vevők, amikor egyes eladók, meg egyes ingatlanos kollégák túltolják a potmétert, és ráborítják a az érdeklődőkre, vagy a nézelődőkre ezt a nyáltengert, vagy éppen orbitális baromságokat írnak a hirdetésben. Tehát most meg fogjuk nézni, hogy kell jól hirdetési szöveget írni, de még mielőtt belemennénk, ha esetleg még nincsen meg, akkor ajánlom figyelmetekbe, az ingatlanos tudás könyveket, ebben benne van a receptje annak, hogy hogyan kell egy ingatlan, vagy hogyan lehet egy ingatlan találtó legmagasabb áron eladni. Vevőként azt találod meg, hogy hogyan fogsz tudni alkudni, hát ahol ugye nem ezt tapasztalod, ott bele tudsz akaszkodni valamibe. Ezen kívül esett tanulmányokat tartalmaz egyik kiskönyv, illetve befektetésekről szól a másik könyv, ajánlom figyelmetekbe. Ezen kívül a működésünk, tehát még továbbra is ingatlanok eladásából élünk, ingatlan kereskedelemből, tehát hogyha ingatlant adnátok el Budapesten vagy az agglomerációban, akkor forduljatok hozzánk, ingyenesen biztosítunk tanácsadást az ügyfeleink részére, hogyha vásárolnátok, akkor tudjátok róla, hogy egyrészt felkerületek a vevőlistánkra, másrészt ki tudjátok szervezni, tehát hogyha az ingatlan vásárlás úgy tűnik, hogy egy olyan feladat, amit nem, amit nem tudtok saját erőből teljesíteni, vagy nincs rá időtök, vagy nem vagytok itt fizikailag az országban, egy Isten külföldön éltek, és Magyarországon szeretnétek vásárolni, vagy egyszerűen csak csak kiszerveznétek, mert nem akartok ezzel az egészszer veszülni, és olyanra bíznátok, aki már csinálta, akkor jelezném, hogy van ilyen szolgáltatásunk, nagyon szívesen segítünk a vevőknek felkutatni a megfelelő ingatlant. A jelentkezéshez a linkeket megtaláljátok majd a videó leírásában, illetve a fejem fölött. Illetve nagyon fontos ingatlan befektetés külföldön konferencia 2024. Tavaly megrendezésre került az ingatlan befektetés külföldön konferencia. 260 ember volt jelen, 260 vendég, ezen kívül 12 előadó, tehát azt hiszem, hogy 12 országból összesen. Egy nagyon jó hangulatú kis program volt. Aki ott volt tavaly, azt tudja, aki nem volt ott, annak lesz lehetősége megismételni. Még nem tudok időpontot, helyszínt, tehát gyakorlatilag semmit. azt tudom, hogy meg fogjuk csinálni megint valamikor az év vége felé, tehát ugyanúgy ez a novemberi időpont lesz valószínűleg, és én valószínűsítem, hogy a Lord Ház lesz a helyszín is, de ez még szervezés alatt van. Előregisztráció zajlik. Hogyha érdekel a konferencia, akkor előregisztrálj, mert kedvezmény fog járni azoknak az embereknek, akik előregisztrálnak az eseményre. Tehát olcsóban fogjátok megkapni a belépőt, hogyha előregisztráltok. Szóval szövegírás a téma. Tegyük egy kicsit rendben, nézzünk meg egy adatlapot egy hirdetési portálon, hogy hogyan is néz ez ki, vagy hogy hogy történik a keresés. Tehát ugye ez itt egy keresési lista, mi az, amit itt látsz a listában? Nyilvánvalóan a legfontosabb paraméter az a kép lesz, mert ugye az ember vizuális. Tehát először a kezdőkép lesz a legfontosabb. Aztán utána az ár van nagybetűvel kiírva. Tehát, hogy a kezdőkép és az ár nem stimmel, akkor már az ember tovább sem fog kattintani. Zárójelben megjegyezném, hogy ugye az eladók általában túl dimenzionálják az árat, és akkor csodálkoznak, hogy miért nem csörög a telefon. Hát azért emberek, mert az ár egy nagyon fontos marketingeszköz, itt szúrja ki a a szemét. Tehát ha az ár nem olyan, ugye tovább megyünk, méret, szobaszám, stb. Tehát ezekkel a paraméterekkel nem stimmel össze az ár, akkor nem fognak rákattintani a hirdetésedre. De tegyük fel, hogy ezt túlugrottuk, akkor rákattintunk a hirdetésre. Itt ugye szintén a képek szúrják ki a szemünket, megint csak az adatok nagyban. Aztán van egy adatlap, tehát az adatlapon lévő adatok azok, tehát paraméterek, ezek ugye elég fontosak. De aztán, ha itt minden stimmel, akkor emberünk ide ugrik, és akkor a leírást kezdi olvasni. Tehát eh, ahhoz, hogy te hívásokat kapjál, ahhoz mindennek helyen kell lenni, mert nyilvánvalóan a vevő el fogja végül olvasni a szöveget, amit írtál, és akkor fog felhívni, hogyha a szöveg is stimmel. Félértés ne essék, előfordulhat az, hogy felteszel egy olyan lakást hirdetni, ami marha jó helyen van, olyan lakásról van szó, hogy mindenki ilyet szeretne venni, és még az ára is olyan, hogy nagyon vonzó, hát akkor azt egy, egy sor szöveg nélkül el fogod tudni adni, vagy csak annyi, vagy lakás eladó csókolom. De a tapasztalat nyilván az, hogy minden eladó világ összes kincsét szeretne az ingatlanért, ami, ami teljesen érthető, hiszen megdolgoztak azért, hogy legyen nekik az az ingatlanuk, vagy legalábbis a nagy többség biztosan. Tehát az eladó sajnos jobb, sajnos, sajnos nem sajnos, az eladó jobb helyzetben van, hiszen kevés lakás épül, kevés igazán jó hely van az országban, mindenki oda akar költözni, vagyis nagyon sokan akarnak költözni a jó helyekre, ezért ugye lakási környezet van szóval, ezen nincs mit szépíteni, az eladók általában a jobb helyzetben vannak, ha csak nem lövik egy 25-30 kal túl az irányárat, mert akkor marhára nem fog menni a történet. De hogyha igazán jó áron akarod eladni az ingatlanodat, akkor a hirdetési szöveg is egy olyan apróság, amire igenis oda kell figyelni. Zárójelben mondom, ha az ingatlan árával kapcsolatosan van problémád, akkor szintén jelentkezhetsz hozzánk, szívesen segítünk, megmondjuk, hogy mennyit ér az ingatlanod, megmondjuk, hogy hogyan fogod tudni kihozni a legtöbbet az eladásból, tehát hívhatsz minket, szívesen adunk tanácsot. Egy hirdetési szövegnél mi a legfontosabb dolog? Az hát az, hogy szólítsd meg a potenciális vevődet. Tehát először is ki kell tudni találni, hogy ki lesz az a potenciális vevő, ki lesz az a vevő közönség, milyen típusú vevők, akarsz megszólítani. Tehát mondjuk befektetők, tehát, hogyha befektetésre alkalmas az ingatlan, akkor ugye ez egy jól behatárolható. Mi lesz a fontos a befektetőnek? Hát, hogy jó vételt csináljon, hogy jó hozama legyen a pénzén, esetleg az, hogy problémamentes legyen neki a dolog, már benne legyen a bérlő, stb. Na hát ehhez képest a hirdetők ezt így szokták csinálni. Tehát ez ugyanaz a hirdetés, amit az előbb itt megnyitottam, káposztás megyeren van, 59,9 millió az ára és 60 négyzetméteres panelről beszélünk azt mondja, hogy káposztás, megyeri lakás, két szobás, ideális befektetési lehetőség. Na, hát az egyetlen problémám az, hogy ebben a listában láthatók a negyedik kerületi panel lakások 45 és 60 négyzetméter között, ár szerint csökkenőbe rendezve. 1, 2, 3. A harmadik, 95 a találat van, a harmadik legdrágább lakásról beszélünk, és a hirdető szerint ez egy ideális befektetési lehetőség. Hát az eladónak biztosan az volt, nyilván, nyilván hogyha valaki megveszi tőle ilyen áron, de gyerekek, ez nem lesz jó. Tehát a világ legdrágább lakását, vagy a környék legdrágább lakását ideális befektetési lehetőségként apostrofálni. Ráadásul egy panelről beszélünk, tehát még az sincsen hogy valami egyedi portéka, ez egy kicsit azért erős. Ki lehet még értelmezhető célközönség? Például, hogyha nyugdíjasoknak alkalmas, vagy azt vizionálod, vagy azt látod, hogy a környéken sok nyugdíjas lakik, akkor előfordulhat, hogy a te lakásodat is valaki nyugdíjas fogja megvenni. Akkor emeld ki. Mit, mit kell kiemelned? Csendes a környék, közel van a piac, akadálymentes az épület, esetleg nem belső négyszintes a házad, hanem egy szinten van minden, hogy ne, nincs lépcső, és akkor ugye fog tudni mozogni az illető. Hogyha egyetemistáknak írsz, akkor mi lesz a fontos? Éjszakai busz, tömegközlekedés, buli helyek, olcsó kajálda, egyetemek közelsége, tehát ezek lesznek a fontosak. Ha családokról van szó, akkor iskola, óvoda, bevásárlás, park, parkolóhely, játszótér. Tehát ezek lesznek a fontos dolgok. És ha már itt tartunk, akkor nézzünk meg néhány élő példát most az ingatlan.com-on, amit teljesen random, hát már kiválogattam, tehát megnyitottam néhány hirdetést, amiket most gondoltam, hogy megmutatok. Szóval itt egy leírás, úgy hangzik, hogy a, tehát már Először is ránézel, ez egy ilyen ömlesztett valami. A hirdetési szövegeket tagolni illik, ez nem olyan hosszú, tehát e, igazából az elolvasható, de gondolj bele, amikor ez mondjuk egy oldalakon keresztül van így ebbe a formába. Tagolni illik a hirdetési szövegeket. Olvasunk bele a társasház, az új szétsényéter, tehát ugye ezzel kezdődik. Kit szólítunk meg? A társaság az új Szécsényi terv zöld beruházási rendszer klímabarát otthonpanel alprogram pályázat keretében felültetés hajtott végre. Érintett terület a fűtési, trangok, dinamikus szabályozási költség elosztók természeti és Tegyél fel az a kezét, aki még ezt itt olvasná. Nyilván nem mindenki műszaki szakértő. Ki a francot érdekel, hogy az új Szécsényi terv zöld beruházási rendszer klímabarát otthonpanel alprogram. ez miért kellett belépni a hirdetésbe, gyerekek? Be van szigetelve a panelház, a energetikailag jó tulajdonságai vannak, alacsony a rezsi, nyáron hűvös van, télen meleg van, ilyen dolgokat kell írni. Az, hogy az új Széchenyi terv beruházási rendszer kilomabarát otthon ez nem kell bele. Következő, szintén érdekes, csiszolatlan gyémánt, új palotán. Itt már ugye, már ugye egy kicsit sántít a dolog, ez szintén egy panel lakás lesz, ami csiszolatlan gyémánt. És akkor fel vannak sorolva olyan extrák, mint például a proxy Kapunyító, ez sem az igazi. Ebben azt hiszem, hogy egyetérthetünk. Aztán ez is egy nagy kedvencem, úgy kezdődik a szöveg, hogy ingatlan irodák közvetítők hívását nem kérjük. Az a rossz hírem kezdő, kedves hirdető, hogy az ingatlanosok akkor is fel fognak hívni, ha ezt ide írtad. Sőt, lehet, hogy akkor még inkább fel fognak hívni. Miért? mert megéri nekik, azért fognak felhívni, mert ha 50 hívás közül egy bejön nekik, akkor az tökéletesen megérte. Tehát nyugodjál meg, ettől még fel leszel hívva. Illetve ugye arról volt szó, hogy meg kéne szólítani a célközönséget. Na most itt pont az első mondat, ami a legeslegfontosabb lenne. Az első mondatot még mindenki elolvassa. Tehát a, aki olvassa a, a weboldalakat, meg a hirdetőportálokat, az úgy olvas, hogy bal felülről indul és lefelé szkenel. Tehát az első sor biztos lesz benne, mindenki olvassa, ezzel pont nem mondtál semmit. Néhány másodperced van. Figyeld meg, hogy öt perc alatt el azt, hogy amikor találkozol egy másik emberrel, hogy önnek egy szimpatikus vagy nem. És onnantól lehet, hogy tévedsz, de abból az első kategóriából, ahol betetted az illetőt, abból elég nehéz neki kijönni. Na most egy hirdetés olvasásánál 6 másodperced van erre. Hogy megtartsd a figyelmet egy posztolvasásnál, egy, szerintem, de ez, ez lehet, hogy rosszat mondok különben, mert amióta vannak ezek a egyperces videók, lehet, hogy még ennyi sincsen, de néhány másodpercet van arra, hogy megfogd a figyelmet. Itt rögtön előtted az első lehetőséget, az arra ingatlan irodák kíméljenek és ne hívjanak. Na ez a kedvencem. Felújított. Új kazán, csendes környezet, metró 300 méter, első emelet, jó lakóközösség. Hát, hogyha ugye erről beszéltünk, ha jó az ár, és minden smakkol, akkor miért ne lehetne ezzel a szöveggel eladni. De hát feltételezem, hogy itt se az a lényeg, hogy a vevőnek legyen jó az ár, hanem az eladónak legyen jó az ár, mindegy, menjünk tovább. Na ez is egy kedvenc, élvezze az augusztus 20-ai tűzi játékot, új otthona ablakából, mindezt a József Attila lakótelepen, gyerekek, tényleg valaki komolyan azt gondolja, hogy még mindig a tűzi játékkal lehet eladni egy ingatlant? Mert valamikor ez 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor én kezdtem, mikor kezdtem, 16 évvel ezelőtt kezdtem. 16 évvel ezelőtt minden hirdetésben volt írva, hogy az augusztus 20-ai tűzi játékot innen látod meg ott, már onnan látod. De most gondolkodjunk meg egy kicsit, tényleg azért veszel lakást, illetve, hogy a, a saját ablakodból bámul a tűzi Lehet, hogy van, aki ezért vesz, én ezt nem gondolom, hogy ez bárkit érdekel. Na, találtam még egy nagyon érdekes hirdetést, ezt azért megmutatom. Ez nem a szöveg miatt érdekes, hanem hanem a képek miatt. Na most az, hogy a lakás hogy van berendezve, az egy, az egy körülmény, mondhatni adottság, bár létezik a home staging nevű dolog, amivel ez ezzel lehet segíteni, de ez a, ez a fényképezés technika, ez valami mesés. Ez. Mire gondolt a költő? Tehát uh, le van fényképezve egy hamus, meg kávé. Hogy van pénz, vagy nem tudom, mit akar ez jelképezni. De miért, miért kell ilyen fotót csinálni egy ingatlan hirdetésbe? Következő kedvencem, ez. Nézzétek, fürdőszoba. Wow, dimme lehető világítás, és mindegyik színről van benne fotó, te atya úr, Isten! Tényleg ezeket kell belerakni egy hirdetésbe. Na de menjünk tovább a szövegvonalon. A hirdetés az nem csak az érdeklődők bevonzására jó, hanem az elrettentésére is. És sokszor ez lesz a fontos. Tehát amikor egy hirdetés, tehát egy ingatlan hirdetés túl jó, akkor elkezdenek ömleni az érdeklődések, és akkor az lesz a feladat, hogy ezeket az embereket, akik, akik felhívnak, és mindannyian látni akarják az ingatlant, és széjjel őrlik az összes idődet, aztán mindegyik odajön, és akkor a, mégse, ezeket valahogy meg kell tudni szűrni, és a hirdetési szöveg erre is jó. Nyilván az első hirdetésben ne írt bele, hogy sötét, zajos, hogy ötödik emeletés, nincs lift, vagyis attól függ, hogy mi a célod. Tehát ha ötödik emelet és nincs lift, még akkor is lehet egy olyan célom az első hirdetésre, hogy szondázni akarom a piacot, meg akarom nézni, hogy az ár, amit én kitaláltam, az mennyire valid, tehát az mennyire Stimmel. Tehát felteszek egy hirdetést, amiben nem írom még bele azt, hogy ötödik emelet és nincsen lift, vagy nem feltétlenül emelem ezt ki. És várom, hogy csörögön a telefon. Akarok beszélni vevőkkel azért, hogy meghallgassam, hogy mit kérdeznek, mit mondanak, hogy visszajelzést kapjak arról, hogy mennyire céloztam jól. Persze, hogyha beszéltem 3-4-5 emberrel, és mindegyik azt mondja, hogy hát nekem a lift az óriási nagy probléma, akkor a következő lesz. Tehát beleírom a szövegbe először is, utána, amikor felhív az ember, akkor visszakérdezek egy kezét, sokan tetszett látni, ötödik emelet és nincsen lift. Válasz következő lesz. Ó, de azért én megnézném. És akkor ilyenkor az embernek a haja kihullik, mert tudod, hogy fölösleg, tehát nem tudod lebeszélni az embert, akkor hót fölöslegesen fogsz oda menni. Na, szóval a lényeg, hogy a hirdetésekben őszinte legyél, nem szabad kamuzni, és nem szabad elhallgatni, ugye most az előbb mondtam el, hogy tehát elhallgatni nem szabad, a hirdetésben maximum nem emelet ki az ingatlannak a hibáit, mert ugye az a lényeg a hirdetésnek, érdeklődés érdeklődést generálj, de amikor betelefonál hozzá az illető, aki érdeklődik, akkor mindenféleképpen mondd el. Sötét az ingatlan, udvarra néz, soha nem süt be a nap, ez problémát jelent? igen, 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 nagy problémát jelent. Hát akkor jó, akkor tessék enni. Nem jelent problémát, mert mit tudom én, éjszakai műszakban dolgozom, és nappal úgyis aludni fogok. Na, tessék, hát akkor egymást keressük ember, gyere ez a te lakásod lesz. Ezen kívül a szövegben azt szeretném látni, ami nincs az adatlapon. Itt volt az ingatlanak az adatlapja, itt ugye alapvető paraméterek fel vannak sorolva. De például azt akarom látni, hogy mikor épült az épület, mert itt körülbelüli számok vannak. Mikor volt az utolsó felújítás? Az ugye ebben nincs is benne. Mit tartalmazott az utolsó felújítás? Milyen egyéb körülmények vannak, amiről a vevőnek tudnia kell, és esetleg milyen olyan feltételek vannak, aminek a vevő, amihez a vevőnek alkalmazkodni kell. Tehát tipikusan ilyen dolog az, amikor, amikor mondjuk nem tudom birtokba adni az ingatlant az évvége előtt. Tehát ez egy elég fontos körülmény lehet. Ettől függetlenül lehet olyan vevő, aki ugye ezt bevállalja ezt a feltételt, vagy mondjuk vissza akarom bérelni még egy évig az ingatlanomat, nyilván bérleti díjat fizetve, akkor ezt bele kell írni a hirdetésbe, olyan ember ne hívjon fel, aki azonnal birtokba akarja venni az ingatlant, mert, mert, mert nem fog tudni, nem, fog tudni megegyezni úgyse, és a drága időnket pazaroljuk. A legdrágább dolog emberek az az idő. Van egy képlet, ami nagyon jól hasznosítható a hirdetési szövegírásnál. Ez úgy hangzik, hogy tulajdonság, előny, haszon. Hármas. Tehát ez, hát nem is képletez, Mindegy, ez a három szó. Tulajdonság, előny, haszon. Ezt jegyezzétek fel. A hirdetési szöveg írásnak az alapja ez. Először a tulajdonságról beszélsz, aztán az előnyről beszélsz, aztán a haszonról beszélsz. Például Mondok egy hirdetési szöveget idézek. Az építésnél lejjer, falazó elemet használtak, kamrás sükó, nyilászárók lettek beépítve, vajlant, artoterm plusz, VWL 55 per 6A, monoblokkos, levegővíz, hőszivattyú lett telepítve. Ez milyen francot jelent, most őszintén? Szerinted az átlag vevő megértette ezt a dumát? Mert a vevő nem sükót, meg, meg monoblokkos hőszivattyút akar vásárolni, hanem ő egy olyan lakást akar, aminek alacsony a rezsie. Tehát nem baj, hogyha ha műszaki leírás ott van, mert nyilván lesznek olyan érdeklődők, akik, akik majd ezt, ezeket az adatokat keresik. De ez minimális, hát gondold végig. Kevés olyan ember lesz, akit, aki, akinek valóban attól áll fel, hogy sükó, hét üveg, mit tudom én, hét kamrás nyilázzáró, meg monoblokkos hőszivattyú. Tegyük hozzá, hogy az ablakoknál a kamra szám nem egyértelmű mértékegysége annak, hogy az ablak jobb hőszigetelője vagy sem de nyilván mondjuk a 7 kamra az több, mint az öt, tehát lehet vele marketingelni. Ennél már csak a 8 kamrás lenne a jobb, bármit is jelentsen ez. Na, tehát körülbelül azt írnám, hogy az utolsó felújítás idején a legmodernebb sükó nyilázáró kerültek beépítésre, amelyek a magas hang és hőszigetelő képességnek köszönhetően gondoskodnak az otthon melegéről és a leendő tulajdonos nyugalmáról. Tehát valahogy így lehetne ezeket az adatokat felhasználni egy hirdetési szövegben. Ez a mondat. Nem azért, mert én írtam, de, de ennek, ennek van értelme, nem? Tehát még laikusként is. Tehát tulajdonság előny haszon. Következő érdekes pont, hogy válaszd meg okosan a jelzőket, amiket használsz, legyél leíró, tehát mondd el a tulajdonságait az ingatlannak, de ne túlozz és ne dicséri halálra, mert az visszás lesz az emberek, észreveszik, hogyha csöpöksz a nyáltól, vagy a szöveged, és ez taszító lesz. Olyannyira igaz ez, hogy van egy könyv, aminek az a címe, hogy Zillow Talk, The New Rules of Real Estate, és ebben a könyvben a szerzők 24 ezer ingatlan értékesítés elemzése alapján jutottak arra a következtetésre, hogy bizonyos szavak a hirdetésben összefüggésben vannak az ingatlan végső eladási árával, és akár negatívan, akár pozitívan befolyásolhatják azt. Mondok néhányat, amik a legveszélyesebb ilyen leíró jelzők, angolul fixer vagy magyarul javítandó. A javítandó szó az 11,1%-kal alacsonyabb eladási árat eredményezett, tehát ugye az irányához képest 11,1%-kal ment el alacsonyabb az ingatlan, amire, be volt írva ez a szó, hogy fixer vagy javítandó. TLC, az a Tender Loving Care, szerető gondoskodást igénylő az ingatlan, ugyanebben a kategóriában tartozik 8,7%-kal eh, kevesebbet eh, értek ezek a lakások a végén. A kozmetikai, tehát kozmetikai javítások így meg úgy 7,5%-kal kevesebb, investment befektetés 6,6%-kal kevesebb lett a végső adás jár investor, dettó 6,6%, potenciál hogy ilyen olyan potenciál van az ingatlanban, 4,3%, az alakú szó 3,5%, az opportunity vagy lehetőség, az pedig 2%-kal kevesebbet ért a végén. Nézzük meg a másik oldalt, hogy milyen szavak használatával értek el magasabb irányárat. Az előbb azt mondtam, hogy a meghirdetett, meghirdetett árhoz képest annyival kevesebb adták el lakásokat, de nem igaz. Rosszul mondtam, az átlaghoz képest. Tehát az átlaghoz képest a következő szavakkal magasabban, néhány százalékkal magasabban keltek el az ingatlanok. Luxus, az az, az ingatlan, ahol a luxus szó benne volt a szövegben. Zárójában mondom, nyilván itt ugye kellene, hogy legyen ennek valami alapja. Mert attól, hogy beírod, hogy luxus a 15. kerületi panellakásra, aminél eredeti állapotú a fürdőszoba, az még nem lesz luxus. Meg ha márványal van burkolva a fürdőszoba egy panelban, az akkor se lesz luxus. Tehát, de minden esetre azt is elmondanám itt, hogy ugye nyilván az amerikai példa, tehát Magyarországon ezek nem biztos, hogy ugyanígy működnek ezek a szavak. A mondókám lényege az, hogy figyelj arra, hogy bizonyos szavak befolyással vannak az ingatlan végső eladási árára. Tehát az első volt, hogy a luxus, ahol 8,2%-kal magasabban keltek el az átlagnál ezek az ingatlanok, elbűvölő, ez 6,5%-kal több kifogástalan, 5,9%, rosdamentes inox, itt 5%-kal magasabb áron kertek el ezek az ingatlanok. Kosárlabda, nagyon érdekes, 4,5 százalék. Hát gondolom ugye ilyen kertvárosi ingatlanoknál az, hogy van egy kosárlabda pálya, vagy nem tudom, belső kosárlabda pálya van, akkor tehát végül is értelmezhető, hogy Amerikában hatalmas ingatlanokban jönnek az emberek, és van belső kosárlabda pálya, nem tudom. Parkosított 4,2 százalék, gránit 1-4 százalék, pergola 4 százalék. Hát nagyjából ez a lista van itt előttem, akár vannak olyanok, amik itthon is működhetnek. Következő, ugye erről már beszéltünk, légy őszinte és adj minél pontosabb leírást, ezt már kiveséztük. Nagyon fontos, ne légy terjengős, tehát ugye nem, a, nem a, az apró hirdetések világában élünk, szóval ki lehet bontakozni egy hirdetésnél, de figyelj oda, tehát arany középút, ne legyél sok, de ne is legyél túl kevés. Tehát az egymondatos hirdetési szöveg kevés, viszont a háború és béke az meg sok. A címsor, tehát a legfontosabb dolog, ugye ezt már érintettük, nem az ingatlanosoknak írod a szöveget, nem a, tehát ha befektetőknek írsz, akkor nyilván ne a harmadik legdrágább ingatlannál írt, hogy befektetőknek, illetve hát az előbb megmutattam, hogy a befektetés szó az egyébként visszás, tehát ha a befektetés szó szerepel a hirdetésben, legalábbis Amerikában, akkor alacsonyabban kelnek el az ingatlanok. Szóval próbálj valami mást írni, tehát a befektetőknek szó az ingatlan, akkor írhatod azt, hogy 10% hozam, azonnali bérleti díjbevétel, megbízható bérlő. Ez mondjuk egy címsor. Ha te befektető vagy, és ezt olvasod, akkor erre felkapod a fejed. Tehát a címsornak olyannak kell lenni, amit ha elolvas a célközönséged, akkor azt a szöveget azt el fogja olvasni. Mondok még egyet, eladó a rózsadom legolcsóbb lakása. Nyilván ennek igaznak kell lenni, tehát... Tudod mit? A marketing nem kell, hogy igaz legyen, igaznak kell, hogy tűnjön. Tehát Nyilván nem írhatod le a legdrágább lakásnál, de ha valami mondjuk, mondjuk annyira jó árérték arányban van, akkor miért ne írhatnád le ezt? Eladó rózsadom legolcsóbb lakása. Erre, hogyha valaki jóvételt keres, és minden vevő jóvételt keres, erre fel fogja kapni a fejét. Vagy mondok még egyet, csokos családok, figyelem, azonnal költözhető, újépítésű, újszerű családi ház eladó. Bocsánat, újszerű családi ház eladó. Mi a lényeg? Tehát, ha valaki csokkal érkezik, tehát ugye ha tudod, hogy az ingatlanod alkalmas arra, hogy csókból meg lehessen menni, akkor ugye egy olyan vevőközönségre célzol, akinél van egy jóféle finanszírozás, tehát egy jócsó finanszírozás, szóval pénz van náluk. Mi lesz nekik fontos? ők általában laikusok lesznek, kezdő családok lesznek, nem akarnak a felújítással foglalkozni, mindketten dolgoznak azért, hogy kifizessék azt a hitelt, amitből a te ingatlanodat megvásárolják, jön a gyerek, stb. stb. Mi lesz a fontos? Azonnal költözhető, újszerű, ezek lesznek a hívószavak. Ismerje magára a célcsoport, és érezze, úgy el kell olvasni a szöveget. Aztán a következő nagyon fontos rész, a hirdető oldalakon nincs kifejezett címmező. Tehát még akkor térjünk vissza egy kicsit a címre. A hirdető oldalakon nincsen kifejezett cím mező. Ugye ez volna a cím. Tehát ez volna a cím, amit kiemelhetsz, akár itt megcsillagozod, vagy valami jeleket teszel utána, vagy azt nagybetűvel írott. Tehát a lényeg, hogy próbált kiemelni az első sort, mert az biztos el fog olvasni a következő. A következő be bekezdés, ugye itt nem látszik jól, keresek olyat, ahol ez látszik, na itt például. Ha most teljesen mindegy, hogy mit írt oda az illető, ez címsornak például jó. Most az, hogy egyébként a tűzi játék az egy körülmény, de a címsornak ez például jó. Még esetleg meg lehetett volna csillagozni, smilezni, nem tudom, hogy smilit elfogad az ingatlankon felülete például, de akár lehetett volna azt is belerakni. És az első mondat, eladó 9. kerületben közkedvelt József Attil lakotelme 10 15. ház 7. emeletén található 50 négyzetméteres 1 és 3 félszobás felított erkélyes lakása a tulajdonostól. Tehát a tulajdonostól az pont indiferens, bár bár mindenki azt apostrofálja, hogy majd olcsóban tudja megvenni akkor, hogyha a tulajdonostól vásárol, elárulom, ez nem feltétlenül így van. Sokszor sokkal jobb vételeket hozunk össze mi, mint amit egyébként a tulajdonosnál össze hozni magadnak, de mindegy, tehát mindenki így én, amit akar, én csak 16 éve csinálom ezt. Szóval ez tulajdonképpen egy, egy egészen jó első mondat, bár hiányolom belőle azt, hogy kinek szól ez a szöveg. Tehát az van kiemelve, hogy a tulajdonostól eladó az ingatlan, jó, végül is jó egy bizonyos célközönségnek ez is érdekes lehet. Na, de szóval ez a mondat, amit még biztos elolvas a, az olvasó, tehát a címsort és az első bekezdést el fogja olvasni. Az első bekezdés, az legyen egy összefoglalója annak, hogy miről is beszélsz, tehát minden fontos, lényeges eleme legyen benne az ingatlannak. Lehetett volna egy kicsit részletezni, hogy teljes körülön felújított, hogy, hogy tudjam, hogy akkor semmihez nem kell hozzányúlnom, azonnal költözhető. Tehát, tehát, valami olyan dolgok, amik, amik, amik fontosak, hogy átadjam bútorozottan eladó, tehát valami ilyenek, ami, 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 lényeges lehet az olvasó számára. De mutatok példát, itt van mondjuk ez, ez egy István utcai hirdetés szöveg, valaha én írtam. Olyan lakást keres, ahol kényelmesen otthont rendezhet be a családja számára, kiadásra megfelelő lakást, ahol sok kisebb szobát alakíthat ki? Már régóta keresi a megfelelő ingatlant és tele a hócipője azzal, hogy ahol a lakás jó, ott a ház van rossz állapotban? Ne keressen tovább, megtalálta, amit keres. Ugye itt én több célcsoportra is gondoltam, amikor ezt a szöveget írtam, és ez egy hosszabb címsor. Ugye családnak is megfelelő volt az ingatlan. Ugyanakkor benne volt a lehetőség átalakítás, nagyon jó alaprajza volt, nagyon jó, ugye kettő szoba volt benne eredetileg, de sok ablaka volt, és ebből ki lehetett alakítani akár négy hálószobát egy nappalit. Szóval ez nagyon jó, nagyon jól ható ingatlan volt, illetve ugye ahol, ahol a, tehát az épület teljes körülön felújított volt. Tehát nyilván ezt, ezt emeltem itt ki, hogy a ház itt jó állapotban van, tehát hogy tele van a hócipőd azzal, hogy ahol a lakás a ház rossz, akkor itt most megtaláltad. És akkor az első mondat. Erzsébet városban, a lokáció fontos, felújított liftes polgári bérház harmadik emeletén, tehát liftes, ugye nagyon fontos, harmadik emelet, világos, jó állapotú 82 négyzetméter, jelenleg két szobás, négy szobá, bocsánat, négy szobás alakítható, utcára néző délkeleti tájlású párizi párizsi panorámás lakás eladó mi az, hogy párizsi panoráma. Ugye itt a következő mondatban ezt fejtem ki. Nem írunk olyan mondatokat le, amiket nem magyarázunk meg. Tehát ne használj zsargont, mert a vevő nem fogja érteni, mire gondolsz. Vagy ha igen, akkor magyaráz meg. A párizsi panoráma egy jól hangzó marketing szöveg, ami valójában annyit tesz, hogy az ablakok előtt nincs másik épület, tehát az ablakok tágas, ablakokból tágas téren nyílik kilátás. A párizsi panoráma egyébként a háztetőkre néző panorámát jelenti, ez nem tudom, hogy ezt miért hagytam ki, mindegy, indiferens. Ez nem budai panoráma, de tény, hogy ebben a nappaliban nem fog bekukucskálni a szembe lakó szomszéd, az ablakon kinézve nem lesz bezártság érzetünk, és napfényben sem lesz hiány. Az épület az 1900-as évek elején épült, a tetőtér beépítését és az épület első felületeset 2020-ban fejezték be, kiváló állapotnak örvend. Tehát ugye először itt uh, megmagyaráztam, amit fontosnak gondoltam, az az, hogy ez egy panorámás uh, igaz, hogy nem budai panorámás, de egy olyan lakás, amiből, aminek kilátás nyílik, és nem a szomszédra nézel. Ez egy nagyon fontos előnye volt ennek a lakásnak, ezért tettem előre. Aztán az épületről egy, mindösszesen egy mondat. Mikor épült, most fejezték be a felújítást kiváló állapotnak örven. Lakás alapota, frissen festett, gázcirkó van benne, klíma van benne, részvezetékek vannak, megmaradtak az eredeti fanyilázzárók, szerintem ez jó pofa amik rendbetétele mázolása megtörtént, tehát jó állapotban van szintén. Az alapra ez rengeteg lehetőséget rejt magában, a magasság miatt a lakás galériázható, gipszkarton falak felhúzásával, három hálószoba plusz egy hatalmas étkezés nappali alakít, alakítható ki. Tehát megmagyarázom azt, kibontom azt, amit már az előbb leírtam, vagy amit láttál az adatlapon, és ami fontos lehet egy vásárlónak. Aztán írok egy pár sort a környékről, aztán leírom azt, hogy kire, tehát még egyszer leírom, ugye a cím sorban is utaltam arra, hogy kinek ajánlom, de itt leírom még egyszer, hogy ajánlom olyan érdeklődők figyelmébe, akik olyan lakást keresnek, ahol minden tényező, amit a tulajdonos nem vagy csak nehezen tud befolyásolni, rendben van. Ugyanakkor az ingatlanban komoly átalakítási potenciál rejlik, tehát ideális vagy olyan ember, aki nem riad vissza némi átalakítástól annak érdekében, hogy saját képére formálja a lakását. Ajánlom befektetők figyelmébe. És ha visszafelültesebb a bérmadás jó hozammal kecsegtet, de az Airbnb nem engedélyezett, fontos. Ne hívogassanak olyanok, akik Airbnb-zni szeretnének, mert nem lehet. Persze a saját lakásnak is jó választás lehet olyan vevők számára, akinek fontos a belváros közelsége, de bármi is a vásárlás lesz, a lendő tulajdonos biztos lehet abban, hogy értékáló eszközbe fektett a pénzét. Viszonylag gyorsan eladtuk az ingatlant, tehát egy jó üzlet volt a vevő számára is, az eladó is elégedett volt valóban, aki bevállalta ezeket a felújításokat ebbe az ingatlan, vagy átalakításokat, az egy nagyon jó vétel csinált, és végül egy pár vette meg egyébként, tehát egy olyan pár, aki, aki végül itt, itt, rendezte be az életét, és ide, itt, itt alapítottak családot. Várom a hívását, nem maradjon le. Nagyon fontos. Call to action. Tehát ezt hívják call to actionnek, hogy vegyet fel a telefont, és hívjál fel. Ezt írd oda a hirdetés végére. Lehet, hogy nincs hatása. De ha csak egy embernél működik, hogy vedd már fel a telefonod és hívjál fel, akkor, akkor írd oda. Ha csak egyszer megcsörön emiatt a telefon már megérte, ne hagyd ki a call to action -t. Mutatok még egyet. Ez egy Melinda utcában található ingatlan volt. Itt a címsor és a csillagok, ahogy mondtam. Íme Budapest legszebb panorámája. Ezzel nem hazudtam, valóban az egyik legszebb panoráma nyílt ebből a lakásból. 12. kerületben Széchenyi tetején teljes berendezésével adó vált a 66 négyzetméteres, kétszobás, 16 négyzetméteres erkélyen rendelkező, kifogástalan állapotú, zseniális panorával rendelkező ingatlan. Ez egy jó első mondat, ha ugye itt nem szól arról a történet, hogy ki a célcsoport, és uh, itt mondjuk egy kicsit sántít a dolg, annak ellenére, hogy én írtam a szöveget, de aki a 12. kerületben keres és, és ott lakna, az valószínűsítem, hogy a panorámát igencsak kedveli. Tehát annak idején ezért írtam így ezt a szöveget, mert végül nem tudtam behatárolni, hogy vajon majd befektető fog ide jönni, vagy pedig végfelhasználó. Egyébként ezt is egy végfelhasználó vette meg. De menjünk tovább. Az épületről. Az épület 1940-ben épült Éden társas üdülő néven, a terveit Récei Miklós készítette Özvegy Sándor Pálné és Fekete Manoni megbízásából. Ezek ugye ilyen kis fűszerek, tehát ha a sztoria van egy régiségnek, már pedig nagyon sok ház régiség, akkor, uh, akkor ezeket így bele szoktam tenni. Most, most, hogy, hogy, uh, most, hogy elolvastam újra ezt a szöveget, most már nem tenném bele, értelmetlennek érzem, mindesetre akkor beleírtam. Az ötemeletes íves vonalvezetésű épületet az utcához viszonyítva igen nagy szint, szint helyezték el, tehát ilyen oszlopokon állt az épület. A bejárathoz körülakú híd vezet, több emelet magas karcsú pillérekkel, bravúrosan alátámasztva a doktor, doktor Székely Hugo mérnek, mérnök tervei alapján nem tudok beszélni. Az épület középfolyosójáról 70 tetvejét lakás nyílt, az üvegfaló felvonó legkorábbi panorámaliftek egyike volt, tehát ugye régiség volt, átpróbálom kiemelni. A tulajdonosok pályázatok során nyert támogatással, 2016-ban példásra helyreállították, tehát felújították az épületet. A lakás két garz nyitásával jött létre, a teljes körű felújítás 2015-ben történt, a fűtés és melegvíz, víz, a házközponti kazán gondoskodik. Közös költség 38 ezer, blablabla. Bla. A hideg té... igen, infrasauna van benne, nyári melegben, tehát a klímaberendezés biztosítja a kellemes hőmérsékletet. A lokáció Budapesti viszonyban rendkívül, rendkívül, különleges, hiszen a Melinda utca egyszerre van távol a város forgatagató, ugyanakkor a fogaskerekű vasút megállója 5 perces sétával elérhető, szóval a városba történő bejutás nem probléma. Ugye a hút 12. előtt ez viszont egy nagy szűk keresztmetszet, hogy a közlekedés, hát nyilván nincs metróállomás minden méteren. Itt viszont közel van a fogaskerekű, úgyhogy ide nem olyan nehéz haza járni, ez megint csak egy jelentős plusz volt. És akkor ide tettem, hogy kinek ajánlom, ajánlom elsősorban befektetőknek, hiszen az ilyen típusú panoráma igen értékes és ritka tulajdonság, illetve a felújítás magas minőségben történt, aminek köszönhetően egy jó ideig nem kell ilyen jellegű beruházásban gondolkodni. Ezen kívül ajánlom egyedülállóknak vagy pároknak, akik az életüket valóban exkluzív környezetben képzelik el, nem maradjon le, hívjon most. Na hát így képzelem én el a hirdetési szövegírást, biztos van, aki tőlem jobban csinálja, de gondoltam, ahogy ma lapozgattam ezeket a hirdetéseket, hogy ezt megosztom veletek. Hát, ha sikerül egy kicsit emelni a hirdetéseknek a minőségét a hirdetőportálokon. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogy itt voltatok velünk, vagy velem, most ebben az esetben egyedül voltam. Hogyha eladnátok, vagy vásárolnátok, forduljatok hozzánk, ha nem iratkoztatok fel, akkor tegyétek meg, hogy nem maradjatok le a legközelebbi részekről. Még egyszer köszönöm. Sziasztok!